Sziasztok, itt L Szultán. Újra vicceket fogok mondani. Lássunk, még többet. Kedjük Prédi Falkossal. Egy néző, aki látja, hogy hányszor bukott a Prédi Falkoss a gyakakuk elkapása közben. És elkezdi gúnyolni a Prédi Falkost, akkor, amikor látja, hogy a csúszli kicsesznik a Prédi Falkossal. Hogyan tudná gúnyolni így a Prédi Falkost a néző? Na mi a baj, Prédi Falkoss? Annyira béna vagy, hogy még egy Y is el tud venni téged? Jöjjön most egy Denisa Comis-féle vicc. Emlékeztek arra a pillanatra, amikor véletlen festékbombát tett a grill sütőbe. Véletlenül. Amit Vízon bácsi persze nem vett észre. Végül a sütust elkezdték enni. De a vestéket végül Vízon kapta. Ugyan gúnyolódna erről egy néző. Na mi a baj, Vízon bácsi? Ezek szerint nem ízlik a sült vesték. Ha fekete lenne Arnold, vagy feketeleként született volna Arnold Schwarzenegger, milyen nevet érdemelt volna? Arnold Schwarzenegger. Melyik évben végezték ki Julius Caesart? Mínusz 44-ben. Mikor született Jézus? A nulladik évben. Értitek, időszámítások előtt úgy is hitták, hogy Krisztus előtt. Azért mondtam. Ki volt a Queen együttes frontembere? Merkur Freddy. Miért volt első Szulejmán szultán gazdag? Mert nyert a lottón. Mockás viccel folytassuk. Mocka. Az ötséges paradicsomban mit jelent angolul? Ez könnyű. Paradise. Aki németül tanult, annak elmondom. Az ötséges paradicsom az tomato. Persze a paradise is jelenti a paradicsomot, de az földi paradicsom. Ha értitek, mire gondol. Móriczka tortát ad születés napjára a barátjának. Ezt a barátja meg is köszönte. És elkezdtem végül is kóstolni. Aztán végül a barát vizet kért érte. És tudjátok, mit csinált Móriczka? Leöntötte, és feltette a kérdést. Na mi a baj? Ez szerint nem ízlett a chili tortán? Tréfi fél vicc. Kutassuk még egy Prédi Falkossal. Mint tudjátok, a Prédi Falkoss mindig polulja állszor, követ próbál rádobálni a gyalogkakukra. Hogyan gúnyolna egy néző? Hogy te milyen szánalmas Prédi Falkoss vagy, mikor tanulod meg, hogy a kövek inkább téged lapítanak össze, mint a gyalogkakukot? Egy idegennek adódik egy lehetősége, hogy beszálljon egy trabantba. Az idegen, tudjátok mit mond erre?
Kösz nem, sietek. Na, jutassuk ezt egy Mr. Bean féle vicce. Mr. Bean-nek is sajnos mosogatnia kell. És van rá mosogatószere. De sajnos elfelejtette kifizetni a vízszámlát. Hogyan tudna víz nélkül mosogatni? Anyálával. Hát a nyál is vízből van, de hogyha sokat köp rá, akkor mosogathatunk. Mivel érdemelte ki Eric Cartman a South Parkból a sejtés nevet? Abszt epizódban úgy visított, mint egy malac, amikor Cesar Millán és Ryan Cartman megkötözve sétáltatták meg őt. Nézzétek meg, aki netán de nem látta. Megéri nézni, hogy visít. Jó, akkor most... mit tegyek azért, hogy a kártyavár ne dőljön össze? Egyszerű. Vastagyatokból kell készíteni a Jolly Jokereket. Apostó viccet, és köszönöm, hogyha mércel kártyavárat építek, nálam vasbetonból lesznek majd a Jolly Jokerek. Két béka beszélget egymással. Az egyik... egyik használja a fogkefét. A másik béka rákérdezte, hogy mi használod azt a fogkefét? Az első béka válaszol, hogy fogad mossak. A második béka azt mondja, neki nincs is fogad. Első béka válaszol erre, ja tényleg. Na se baj, nyelvre még tökéletes, igaz, akkor tiszta nyelvvel tudnék továbbra is bekapni több legyet. Egy beteg, aki szívrómot kap, és a barátja be akarja küldeni a kórházba. De a szívróma most ezt elutasítja. Barátja rákérdez, miért? Mert a kórházban még a szag is más. Úgyhogy ma így fél. Kórházban még a szag is más. Ha feldobom, fekete, ha leesik, ugat. Mi lesz ebből? Mindegy, csak kutyára essen. Mi a gyermeklánc fű többes száma? Gyermekek, láncok és füvek. Hogy nevezik az idióta madarat? Balfácán! Mi a Bentley-nek az ellentéte? Kintley! Kokom, ki az? Scott. Milyen Scott? Scott 2B-s! Oké, ez volt a következő vicc. Iratkozzatok be a csatornámra, és nyomatok egy lájkot. Majd meglátjuk, mikor lesz legközelebb vicc. Úgyhogy ennyi volt mára. Szevasztok!